Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, a nemzeti kormány elsőrendű feladata, hogy minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel biztosítsa a nemzet megmaradását, a magyar családok biztonságát, és mind a polgárok, mind a közösségek életminőségének, esélyegyenlőségének kiteljesedését. Magyar választópolgárok egy évvel ezelőtt egymást követően harmadszor is kétharmados többséggel erősítették meg a nemzeti kormány ezen hármas feladatát, és azt az elvárását, hogy a kormány a kormánypártok támogatásával ne szűnjön meg mindent megtenni a nemzeti célok megvalósítása érdekében. Tisztelt képviselőtársaim! Az előző két kormányzati ciklusban számtalan eszközzel és programmal szolgálta a kormány ezt a célrendszert. Az elmúlt néhány hónapban az országgyűlés tavaszi ülésszakának eddig eltelt idejében újabb fontos lépéseket tettünk a nemzet megmaradása, családok biztonsága és a polgárok életminőségének javítása érdekében. Mi kereszténydemokraták a szerves fejlődésben látjuk a társadalmi problémák megoldását, azaz erős és fejlődő gazdaságra alapozva, lépésről lépésre, programról programra építkezve, a különböző jogi, pénzügyi, közösségi és egyéni erőforrásokat összehangolva, valamint komplex és innovatív eszközökkel lehet elérnünk társadalompolitikai céljainkat. A népesség csökkenés trendjének megfordítását, a kistelepülések lakosság megtartó erejének és esélyegyenlőségének növelését, valamint a családok és közösségek megerősítését. Az elmúlt 8-9 évben már számtalan kormányzati intézkedés és eredmény született ezeken a területeken, de most úgy gondolom, a nemzeti kormány társadalom politikájának újabb fontos állomása az érkeztünk el. Talán nem túlzás történelmi jelentőségű nemzeti programoknak neveznünk ezeket, hiszen mind a családvédelmi akció, mind a Magyar Falu Program és a Falusi Csok olyan jelentőségű programok, amelyekre a rendszerváltoztatás óta várt a magyar társadalom. Tisztelt Ház! Bízom benne, hogy a tegnapi szavazás a családvédelmi akcióról megerősíti az imént megfogalmazott jelzőt, történelmi és nemzeti. De ne felejtsük el, hogy ezt a döntést megelőzte és megalapozta egy a polgárokkal folytatott párbeszéd, nemzeti konzultáció, amely meghatározta a döntéseink irányát és erejét. Tisztelt képviselőtársaim! Hasonlóan a családvédelmi akcióhoz a Magyar Falu Programot és az ezt kiegészítő Falusi Csokot is méltán nevezhetjük történelmi jelentőségű nemzeti programnak, hiszen az elmúlt 30 évben nem volt még példa arra, hogy egy kormány, ráadásul hazai nemzeti költségvetésből a kistelepüléseink népesség megtartó erejének növelése érdekében ilyen nagyságrendű komplex fejlesztési programot indított volna el. Ezt a programot is hasonlóan a családvédelmi akcióhoz a kormány széleskörű párbeszéd keretében dolgozta ki, amelynek eredményeképpen a kormánybiztos úr és munkatársai több száz találkozón, egyeztetésen keresztül a lehető legintenzívebb együttműködést alakították ki az érdekképviseleti szervezetekkel, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és az érintett minisztériumokkal. Program célja az 5000 fő alatti kistelepülések hátrányainak enyhítése, az itt élők esélyegyenlőségének megerősítése, így többek között az alapvető szükségleteket biztosító szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, biztosítása hiányzó infrastruktúrális és közösségépítő fejlesztések megvalósítása. A Magyar Falu Program célja, hogy a falusi életminőség javításával a kistelepüléseink népesség megtartó ereje növekedjék. Ebben az évben e programok keretében 15 célterületre mintegy 75 milliárd forintra lehet pályázni az önkormányzatoknak és az egyházi történelmi egyházainknak. Ha mindezekhez még hozzávesszük a 3-4-5 számjegyű állami utak felújításának megindítását, a falusi csokot közel 2400 településen, az államilag szervezett iskolabuszrendszer és elindítását, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy egy olyan komplex kistelepülési falu programot indítottunk útjára, amelynek számtalan eleme egymást erősítve szolgálhatja a magyar családokat és a nemzet megmaradását. Ezek a programok nem egy évre vonatkoznak, hanem a gazdaság teljesítő képességéhez igazítva a következő években folytatódnak, ezzel lehetőséget teremtve a programok továbbfejlesztésére is.
A KDNP nevében mondhatom, hogy abban bízunk és ezért dolgozunk támogatva a kormányt, hogy ez a program méltán érdemelje ki majd a történelmi és a nemzeti jelzőt, és hatékonyan szolgálja társadalompolitikai céljaink, és egyúttal az erős nemzetek Európájának megvalósítását. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, a kormány nevében Orbán Balázs államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Ön a szó, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, ön a felszólalásának azt a címet adta, hogy fontos lépések a nemzet megmaradása érdekében. Én azt gondoljuk, hogy túlzás nélkül lehet állítani, hogy a nemzet megmaradása, fennmaradása és gyarapodása szempontjából kulcsfontosságú két területről van szó, amelyeket a felszólalásában említett, és amelyek ráadásul szoros összefüggésben is állnak egymásra. Hiszen nem beszélhetünk erős Magyarországról, ha nincsenek megerősödő családok, és nem beszélhetünk erős Magyarországról, ha nincsenek fejlődő települések és erős helyi közösségek. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy kreatív, hogyha úgy tetszik, unortodox és radikális eszközökre van szükség. Ezen két pillér megerősítése érdekében azért, hogy a magyar jövő az a magyar családokon, és a magyarokon, a vidéki és a budapesti magyarokon is alapuljon. Ilyen megoldás részünkről, ahogy ön is említette, a Családvédelmi Akcióterv és a Magyar Falu Program, illetőleg a Modern Városok Program, és a családtámogatási rendszerrel kapcsolatban azt tudom önöknek mondani, hogy ez egy Európában egyedülálló rendszer, amely a gyermekvállalási kedvet sikeresen ösztönözte, és azt reméljük, hogy most a parlament által elfogadott július 1-től, illetőleg később január 1-től hatályba lépő intézkedések pedig szintén szolgálni fogják azt a célt, hogy mindenki, aki gyermeket szeretne vállalni, ezt Magyarországon ma meg tudja tenni, és ráadásul mi ezt a bevándorlás alternatívájának is gondoljuk, tehát nem gondoljuk azt, hogy bevándorlásra kellene alapítani Magyarország jövőjét, hanem ehelyett a családok támogatására kell a rendelkezésre álló forrásokat fordítani. A Magyar Falu Programmal kapcsolatban az, hogy Magyarország jobban teljesít, abban nagy szerepe van a vidéki emberek munkájának is, és mi azt szeretnénk, hogy a magyar emberek éljenek bárhol is az országban, a saját településeken is érezzék azt, ahogy arról már korábban is beszéltünk, hogy előre tudnak lépni, hogy egyről a kettőre tudnak lépni. Éppen ezért komoly erőforrásokat szeretnénk támogatni a vidéki nagyvárosokat és a kisfalvakat is abban, hogy megvalósíthassák régóta dédelgetett településfejlesztési terveiket. Erről szól a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program is. 2019-ben, ahogy ön is említette, a Magyar Falu Programra 150 milliárd forint áll rendelkezésre, de a szándékaink szerint ez egy cikluson átívelő program lehet, és gondoljunk bele, hogyha ezt a programot hosszú éveken, akár egy évtizeden keresztül sikerül, akár csak hasonló forrásnagyságban végigvinni, az micsoda fejlődési lehetőséget és perspektívát nyit ki a magyar települések és legkisebb településeken élők számára is. Mi azt gondoljuk, hogy jelenleg Magyarországon a népesség csökkenés hatásai a kis településeken élők életét érintik a legsúlyosabban. Évtizedek óta jellemző az, hogy az 5000 főnél kisebb települések lakosság száma csökken. Ráadásul a 2002 és 2010 közötti kormányzati működés egyik legfőbb vesztese a magyar vidék volt, azon felül is a falvak népessége, ahol a közszolgáltatások leépültek, óvodák, iskolák zártak be, és a népességfogyás majdnem minden ilyen településen meghaladta az országos átlagot. A Magyar Falu, amelyik ezeknek a településeknek a fejlesztését célzó program, ez három pillére épül, mellékúthálózat fejlesztése a falusicsok programnak az elindítása és a közszolgáltatások színvonalának emelése. Pályázati kiírásokat ütemezetten fogjuk közzétenni, mindegyiket külön bemutatjuk, és a kormány.hu-n lesznek elérhetőek. Az első felhívások már meg is jelentek február utolsó hetében, azóta három további felhívás is megjelent, egyházi helyi közösségek fejlesztés és az egészségügyi fejlesztések témakörben. Két hónap áll rendelkezésre pályázat után, és utána két hónapon belül megtörténik a bírálat és a döntés a támogatásról. Azt reméljük, hogy nagyon sok támogatott projekt lett, tehát azt reméljük, hogy a legtöbb érintett település legalább egy programot fog tudni támogatottá tenni ezen programon vagy projekten keresztül. Mi azt reméljük, hogy 135 napon belül tudjuk a nyertes pályázatok esetében a pénzt eljuttatni a támogatottakhoz.
A Magyar Falu Program legfontosabb célja, ahogy arról sokat beszéltünk, hogy visszafordítsuk a falvakból történő elvándorlás. Program komplex, foglalkozunk a lakhatás, munkába járás, helyi intézményi ellátottság, közszolgáltatások színvonalának kérdésével is, és mi úgy gondoljuk, hogy a Magyar Falu Program a kormány elkötelezettsége a vidék, vidéki Magyarország irányában, és ezért azt köszönjük szépen a képviselőknek, hogyha támogatják ezt a programot, és igyekszünk minél inkább megszolgálni a vidéki választópolgárok bizalmát is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár.